A kisemmizett deviza károsultak és legyenek jogosultak a csokra. A deviza alapú hitelkonstrukció pénzügyi utóhatásait még mind a mai napig terheli az adósokat. Többen közülük már elvesztették az ingatlanjukat is, és mindeközben, hogyha nem sikerült megállapodást kötni a különféle behajtó cégekkel, több 10 milliós, 20-30 milliós tartozással is még mindig a hátuk mögött vannak. És ezáltal ez a tartozás folyamatosan növekszik, és gyakran visszafizethetetlen adósság spirálba kerülnek ezáltal az adósok. A jelenlegi szabályozás következtében a KHR miatt sem tudják igénybe venni a devizahitel károsultak a csokot, még abban az esetben sem, ha megállapodást kötöttek részletfizetésre, de még a babaváró hitelt sem tudják igénybe venni. Ha már rendezték is a tartozásukat, amely egyértelműen részben jogellenes devizahitelek esetében, még ebben az esetben sem tudják gond nélkül felvenni az előbb említett állami családalapítási támogatásokat, mivel a KHR listán 1 vagy 5 évig szerepelnek, ez ugye megállapodástól függ. Ne felejtsük el, hogy méhében él a nemzet, és a jelenleg felnövekvő generáció a magyarság alappillére. Ehhez pedig szükséges a biztos lakhatásnak a megteremtése. A Mi Hazánk mozgalom ezért kezdeményezi, hogy azoknak a devizahitel károsultaknak, akiknek veszélybe került, vagy már el is adták, elárverezték az ingatlanjukat, élhessenek a csokkal a továbbiakban. Meggyőződésem, hogy a kisemmizett adósoknak is joga van a lakhatási támogatásokat igénybe venni. A Mi Hazánk mozgalom ezért elvárja, hogy valódi segítségnyújtásként a kormány lépje meg ezt a követelésünket, hogy meghatározott feltételekkel és a tartozás elengedésével a deviza károsultak is igénybe vehessék ezeket a támogatásokat, ezzel párhuzamosan pedig a KHR listáról is kerüljenek le. Mindaddig, amíg a kormány valódi megoldást nem eszközöl, legalább a családok lakhatása ilyen formában elérhető legyen. Ezen kívül a Mi Hazánk mozgalom a devizacsalás megoldásoként egy teljes és átfogó kártalanítást fog kezdeményezni, hogy végre véget érjen a magyar emberek ilyenfajta kifosztása.